A Dombovári Belvárosi Általános Iskola hosszú évtizedek óta várja a városközpontban a nebulókat, idén a fenntartóváltás mellett egy fontos dátumot is ünnepel az intézmény. 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, úgyhogy a mostani szeptemberi tanévindítás az egy 40 éves jubileumi tanévindítás. Ezen túl ünnepé nemesedik ez az alkalom azért is, mert egy 40 éves állami fenntartás után 2022. szeptember 1-től az Evangélikus Magyarország Evangélikus Egyház fenntartásában folytatja tovább az intézménye nevelő-oktató munkáját. És hát amit én nagyon büszkén szoktam hirdetni, hogy van egy Keser Ilona Kossuth Díjas festőművész által készített színforgónk itt az iskolában, amely színforgó itt volt az iskola megnyitásakor, és most gyakorlatilag új köntösbe öltöztetve újra várja és itt áll az evangélikus fenntartás átadásának küszöbén. Ennek az iskolának gyakorlatilag a 40 év alatt összesen volt 4 igazgatója, és ebből a 40 évből az utolsó 13 az én igazgatásom alatt zajlott. Az evangélikus egyház egyik belső szabálya, hogy evangélikus iskolát evangélikus vallású és elkötelezettségű igazgató irányíthat. Én reformátusnak lettem keresztelve, bár a két gyerekem evangélikus, ez már a saját döntésünk volt így 20 évvel ezelőtt, de annak érdekében, hogy a mi iskolánknak ne csak múltja, hanem jövője is lehessen, a jelenben kell cselekedni. És ennek az egyik alapvető feltétele az volt, hogy nekem most visszább kell lépnem annak érdekében, hogy az evangélikus egyház zászlója alatt hajózhasson tovább az iskolánk. Az intézmény vezetése fontosnak tartja, hogy a komoly múlttal rendelkező iskola a lehető legjobb oktatással szolgálhasson diákjainak. Nagyon híres és nagymúltú iskola, én legalábbis úgy látom, hogyha a 40 évre visszatekintek. Az elmúlt 15-20 év azonban már arról szólt, hogy folyamatosan nehezednek az intézmény elé állított feltételek, és egyre kevésbé tudunk megfelelni ezeknek a feltételeknek. Itt a belvárosban vagyunk mi jelen a belváros oktatásában, és ahogy egy belváros átalakul népességileg, szociálisan, szociokulturálisan, úgy megváltozik az iskolának a gyerek összetétele. Az elmúlt 15 évben egyre több hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és szegény családból érkező gyereket tanítunk itt az iskolában. A feltételek az állami intézményrendszerben azonban ehhez a mi iskolánkban nem igazodtak. Én azt gondolom, hogy ezeket a gyerekeket akkor lehet jól felzárkóztatni, hátránykompenzálni, hogyha megfelelő feltételeket biztosítunk az ő oktatásukhoz. Ezek a feltételek jelenleg nem voltak már olyan szinten adottak, hogy mi ezt a feladatot azon a színvonalon meg tudjuk csinálni, hogy elképzeltük. Elképzeléseink vannak, kidolgoztunk egy hátránykompenzáló programot, a Csillagösvény projektet, amelyet az egyház felvállalt, hogy támogat, és hogyha ehhez anyagi forrást, humán erőforrást tudunk teremteni, akkor talán tudunk egy olyan iskolát működtetni itt a belváros szívében, amely egy integráló, befogadó és egy méltányosságon alapuló intézmény lehet. A köznevelési törvény akkor teszi lehetővé egy állami iskola egyházi fenntartásba való átvételét, ha az intézményben tanuló diákok szüleinek több mint a fele támogatja azt. A belvárosi iskolában ez 97%-os arányt jelentett. Nyilván valami változás fog jelenteni a gyerekek számára is. A belső légkör változását gondolom itt elsősorban, hiszen egy világnézetileg elkötelezett iskolává fogunk válni a fenntartó váltással. Így szépen, aprólékosan, de teljes nyugalommal szeretnénk kialakítani azt, hogy ez a keresztény légkör az iskola arculatává is válhasson egy idő után. Nyilván ez nem egy év lesz, ez legalább 10 év munkája lesz, mire ez az igazi arculat ki fog alakulni. Ez az egyház, ez nem egy erőszakos egyház, tehát nem fogja erőltetni azt, hogy evangélikusság, tehát hogy vallást gyakorolják a gyerekek, illetve szüleik, mindenki a saját meggyőződése, illetve saját felekezete felé fog tudni tartozni továbbiakban is, és olyan fajta hitoktatásban részesül, amilyen felekezethez tartozónak érzi magát. Ez egy átmeneti időszak lesz, hiszen a 8 évvel ezelőtt beiratkozott gyerekek nem egy egyházi iskolába iratkoztak. Tehát számukra semmiféle olyan kötelezettséget nem jelenthet, amit ők nem szeretnének. Viszont akik most iratkoznak, és az elkövetkező időszakban iratkoznak iskolánkba, azoknál természetesen jelent valamit, heti 2 óra hitoktatást, de itt is mindenki a saját felekezete szerinti hitoktatást. Egy évre vállaltam ezt a feladatot, és úgy kerültem a képbe, hogy megkeresett az igazgatónő és a lelkész úr, hogy vállalnám-e, mivel az egyházi jogi belső szabályoknak
meg tudnék felelni. Az egyházi iskolákra jellemző, hogy tudás és értékalapú oktatást próbálnak biztosítani a diákok számára. Az evangélikus egyháznak nagyon hosszú múltja van az oktatás területén. Itt Dombóváron is, hogyha egy kicsit körbenézünk a környéken, akkor találhatunk régi iskolákat Csikós, Tötösen és Ágon. Tehát, hogyha arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért fontos az evangélikus egyháznak az oktatás, akkor azt mondhatom, hogy tulajdonképpen visszanyúlunk a gyökereinkhez. Mi mindig is egy olyan egyház voltunk, és szeretném, hogyha ez a jelenben is igaz lenne, mert egyház számára fontos a közélet, fontos az, hogy közel legyünk az emberekhez, hogy benne legyünk a társadalomban, hogy ott legyünk, ahol az emberek vannak. Ezért az evangélikus egyház foglalkozott és foglalkozik a jelenben is az oktatással, a szociális kérdésekkel. Az evangélikus egyházi általános iskolába járó diákok száma megközelíti a 120 ezret, amelyet a dombovári belvárosi általános iskola nebulói is gyarapítanak ezután.